A kézikonzolok piacát egyértelműen uralja a Nintendo, de járjunk ma utána, hogy tényleg annyira jó ez a Nintendo Switch, mint ahogy mondják. nem túl nagy csomagolást kapunk, amiben sok dolgot találunk. Csomagoljuk is ki. Úgy látom, ez egy többszintes csomagolás. Az első szinten kapjuk magát a konzolt, ezt félre rakjuk, és a két joystick. Itt nincs is más. A következőbe kapunk egy leírást, kapjuk a töltőadaptert, ez egy USB-C csatlakozóval van ellátva, kapunk egy HDMI kábelt, Kapunk két darab ilyen grippet a joykonokhoz, amivel kicsit ki tudjuk szélesíteni, úgyhogy ha egy darab joykont akarunk egyszerre használni, az sokkal kényelmesebb. Emellett kapunk mellé még egy kis karpántot, hogy ne ejtsük el. Kapunk még egy keretet a joykonokhoz, mind a kettőt bele tudjuk illeszteni, és egy aféle kontrollert kapunk ezáltal. És végül jön maga a dokkoló. Alapvetően egy kicsit vastag 7 tabletre emlékeztet minket, de amint felhelyezzük rá a joy egyből látjuk, hogy miről is van igazából szó. Ez már a frissített OLED modell, ami sok mindenben tér el az alapverziótól, de főleg kijelzőben. A kijelző méreten nőtt, és mint a neve is elárulja, OLED panellel rendelkezik már. A specifikációja következők. Egy Nvidia Tegra processzor van benne, ami GPU is egyben. Ez egyedileg lett legyártva a Switchnek, Mellé társul még 64 GB memória, ez az alapmodellben 32 volt, úgyhogy ebben is nőttünk, de ha ez nem lenne elég, akkor bővíthető microSD kártyával. Egy Nintendo Switch játék átlagban olyan 5-6 GB-ot foglal, úgyhogy ha még bővítjük is, bőven elegendő lesz ez nekünk. A kijelzőnk 720p felbontású 60 Hz-es. Egyébként eléggé tükröződő sajnos, 7 szoros képátlóval rendelkezik, alatta pedig helyet kapott a két darab sztereó hangszórunk. A konzolunk elején más nem kapunk, két oldalt van a joy szánt sín, ezen tudjuk csatlakoztatni őket a konzolunkhoz. A konzol alján kapunk egy USB-C portot, két darab bemélyeztéssel, ezzel lehet dokkolni majd a dokkolunkhoz. Alul még a kihajtható támaszt tudjuk kihajtani, és ez az eredeti switchnél egy sima kis keskeny támasztó volt, egy pozíciós volt. Ez most megújult, itt kompletten a konzol szélességébe hajlik ki a támaszunk, és egyedileg tudjuk állítani, hogy pontosan milyen szögben álljon. Egész nagy szögre ki lehet ezt nyitni. Alatta kapott helyet a microSD kártya olvasunk. A konzol tetején kapott helyet a kibekapcsológom, a hangerő lefelszabályzó. Itt van úgy látom a hűtésünknek a kivezetése, mert hogy ez a konzol egy ventilátoros hűtéssel rendelkezik, mellette egy jackdugó és maga a Nintendo kártya olvasó. Ide tudjuk majd berakni a fizikailag megvásárolt Nintendo játékokat. De ha már szó volt a joy nézzük meg őket. Alapvetően egy kettévágott kontrollerre hasonlít az egész, az alapvető konzolos gombokat megtaláljuk rajta. Az A, B, X, Y gombokat is megtaláljuk, ez egyébként teljesen át van rendezve a többi konzolhoz képest, tehát a Nintendo-nak is, csak úgy, mint az Xbox-nak és a PS-nek is egyedileg van elrendezve ez a gomb kombinációja, ami zavaró lehet, ha egyik konzolról állunk át a másikra. Emellett kapunk még négy darab navigációs gombot, egy plusz és mínusz gombot, kapunk egy home gombot, egy screenshot gombot, amivel képernyőképet tudunk készíteni. Felül kapunk még egy-egy gombot, alatta pedig egy-egy ravaszt. Alapvetően egy kontrolleren nagyjából ennyi gombot találunk. Ezt még kiegészítették a sínyre rakott két darab gombbal. Ugye, hogyha ezt csatlakoztatjuk a Nintendo-ra, akkor nem tudjuk használni. Ez arra van, hogyha külön használjuk őket, tehát mondjuk ketten akarunk egyszerre játszani egy-egy joyconnal, akkor tudjuk ezeket használni. Alapból a lenyomásuk nem annyira egyszerű, de a már említett grippet, hogyha rácsatoljuk, akkor megnöveli ezeknek a gomboknak a méretét. Ezek a joyconok -ok egyébként gyroszkópos mozgásérzékeléssel is el vannak látva. Más nem is kapunk rajtuk egyébként, Vibrációval rendelkezik mind a kettő. A már említett sines rendszerre ezeket rá tudjuk csatlakoztatni, de mivel mind a kettő külön akkumulátorral rendelkezik és vezeték nélkül csatlakozik a Nintendo-ra, ezért használhatjuk a konzoltól függetlenül. Ennek a kényelme segíti a hozzákapott keret, amiben ugyanúgy a sines rendszerre csatlakoztatni tudjuk mind a kettőt, és ez már hamarabb emlékeztet minket egy kontrollerre. Kényelmesebb is a használata. Egyébként ezen kívül még lehet a konzolhoz kapni teljes értékű kontrollert is természetesen. De alapból ez jár hozzá. Amúgy nagyon ötletes ez a csináld magad kontroller rendszer, és hogy nagyon sok funkcióval és lehetőséggel rendelkezik eddig ez a switch. Ez a kontrolleres rendszer akkor hasznos még, mikor TV módban használjuk, de erre még visszatérünk. Mikor bekapcsoljuk a Nintendo saját rendszere fogad minket, ennek a boltjából egyébként sima alkalmazásokat is le tudunk tölteni, mint például a YouTube, úgyhogy egy sima tabletként is használhatjuk tartalomfogyasztásra. A kijelzőnk egy 720p-s 60Hz-es OLED panel, ami tükröződik, de egyébként érintést támogat. Tehát tudjuk vezérelni akár a telefonunkat, vagy mint egy sima tabletet. A játékok 720p felbontással rendelkeznek, ez a felbontás egyébként nő, hogyha a dokkolunkba belerakjuk, ez 1080p-re nő fel, és így a tévén egy jobb élményt kapunk. Beszéljünk egy kicsit a dokkolóról. Ez a sima switchnél kicsit problémás volt, mert gyakran megkarcolta a kijelzőt, amikor behelyeztük. Itt úgy látom erre már figyeltek, és fokozott védelemmel látták el. Amúgy az oldalán két darab USB portot kapunk, mint csatlakozó. A hátuljáról, ha leveszük ezt a kis kábelrendező védőt, akkor itt még kapunk egy USB-C bemenetet, egy HDMI kimenetet és egy Ethernet csatlakozót. Az Ethernet csatlakozó ennél az OLED switchnél a simánál nem volt. Ott csak Wi-Fi-n lehetett rá csatlakozni. Egyébként a kézi mód és a tévés mód között nagyon könnyű a váltás. Egyszerűen csak behelyezzük a konzolt, ha tévével akarjuk használni, és lecsatlakoztatjuk, ha vinni akarjuk magunkkal. Nagyon kényelmes és nagyon egyszerű ez a rendszer, amit kidolgoztak. A játékok általában 60 FPS-sel mennek, a Nintendo saját címei főleg. Emellett kapunk még indi crossplatform platform AAA címeket is, abból nem olyan sokat, viszont lenyűgöző, hogy ez a kis konzol is tudja őket futtatni. Ilyen AAA cross-platform játékok esetleg az Ori széria, a Doom, a Fortnite, a Witcher 3 és a Diablo. De ezen túl találtok még játékokat. Ez a konzol inkább a családbarát játékra lett kitalálva, persze nem kizárólagosan, de remek választás lehet gyerekeknek és party kelléknek se utolsó a könnyű helyi multi miatt. A játékok remekül futnak, nagyon jó játékélményt kapunk, akár kézbevéve, vagy akár tévére csatlakoztatva. Az akkumulátor egyébként pár órát bír, ha játszunk rajta, de ez nem is csoda a kis méret és a nagy játék teljesítmény miatt. Ebből a konzolból általában van készleten, a megújult OLED panella és a többi egyéb újításával egy kivételes kézi konzolt alkotott a Nintendo. Mivel más ilyen hibrid rendszerű konzol nem létezik, ezért egyeduralkodó a Nintendo a piacon. Ezért is van az, hogy a konzolik ára se nagyon ment le a megjelenés óta, és a saját gyártású játékaik ára is stagnál. Kíváncsi vagyok, hogy nektek van -e ilyen konzoltok, vagy találkoztatok-e már vele? A következőben találkozunk, addig is, sziasztok!